Lelkemnek ősz van, nyilkos, fénytelen. Dideregve ülök kinn a napsugárban, s felejteni, hogy még nyár van, forró nyár van. Egy fűszál sem zizeg, levél se zördül, szomjasan szíjjá inda és bokor, ma nyári bor, és holnap téli tor. Nyarára vágyik sormadósok tavaszos édes száj, lecsukja ezerszín szemét a fáradt őszi táj. Meghalni most bekönnyűt áll, csak élni, élni fáj. Ahol alkonyatkor libbennek az árnyak, nél a muskerteket fakult ég alatt. Állítom a múltat, asszonyt, aki sápadt, lányt, aki halkan nyújt fehér kezet, illatozó halvány rózsaszín ruhákat, vékony lajkat, melyen sóhajtás leveg. Egy gigászi tenger zeng és dagat, föl-föl lelkem, országot elönt, dönt várakat, föl-föl lelkem. Vérnek, könnyek tengere ez, lerúgom most a szűk ruhát, örülj lelkem. Ugorni, ugorni le az árba, hajrá lelkem! Vár a bárka, a közös bárka, hajrá lelkem! Fájó szürke világ, dalolnak a katonák. Ó, ha csak ketten kurjongatnának borony felettem, vagy ha csak négy legény, hat, hét siratná megszakadt szívét. De most ezrek lába koppan, harcra bátor ritmusokban. Na jó, emberek! Nincs itt semmi látnivaló! Szabályra vonulják el az estimát, tegyék magukat rendbe, aztán készüljenek az operra, mert egy óra múlva létszám ellenőrzés. Hat hónapja vagyunk összezárva itt, mint az állatok. Nem tudjuk, meddig bírjuk, és az sem, hogy mi lesz velünk. Onvádo is el, hogy siono! 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 Állomásfőnök úr, mennyi időnk van még az a felé? Készül valahová? Nem állomásfőnök úr, csak az ima után felolvasnánk a Mohácsi novellájából. Mit esznek ezzel a Mohácsin? Minek erőltetik ezt a sokadik felolvasást még itt is? A zsidó kultúra egy szemét, a kutyának se kell. Csak ne óvigassanak az ima alatt! Megértették? Igen, igen. Gondolod, hogy ez segít rajta? Azt nem tudom. De ha már eddig felolvastuk a műveit, ezen már nem tudom. Fehér kenyér? Mikor ettem utoljára fehér kenyeret? Mózes! Mózes, kérem! Egyszer egy bászrai zsidó kereskedő útban volt hazafelé. Odahaza most érik a messze földön híres bászrai datoja. Miért súhajtozol, Rasi? Arra gondoltam, hogy nem sokára hazaérünk, én meg üres kézzel állítok be a feleségemhez és a gyerekeimhez, hisz én csak annyit tudok keresni, hogy éhen ne haljunk. Ez a szikla lesz a tanunk. Rashid alig bért magával örömében. Tisztára bolond ez az ember, hogy egy néma követ kér fel tanúskodásra, és még azt mondják, hogy a zsidók okosak. Persze a kereskedőnek nagy komolyan ennyit mondott. Rendben van! Legyen a szikla a tanú! Megesküdött. Te magad állítottad, hogy a zsidó találta ki az egészet, de most lelepleszted magad az ember. 1944. július 8-án Mohácsi Jenő beszáll a deportáló vonat Marha vagonjába. Futottunk a vonat mentén, a vasutas meg én, és Mohácsi Jenő nevét kiáltoztuk. Herr Mohácsi! Herr Mohácsi! Mohácsi Jenő 1944-ben deportálás közben útban Auschwitz felé hunyt el a Békás megyerről induló vonat Marha vagonjában.